Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, a mai vendégünk pedig Sokuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhely elemzője, sok más titulus birtokosa, amit most nem mondok el. Szia Bálint, köszöntünk a műsorban! Jó reggelt kívánok, pálinkás jó reggelt mindenkinek, és legyek innentől kezdve csak simán csak Bálint! és tegeződhetünk továbbra is a műsorban, ahogy azt tenni szoktuk. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve lesz több közös programunk is Somkuti Bálinttal, Komáromban és Ópuszta Szeren is. Ezeknek a részleteit megtalálják a videónk leírásában, és szeretettel várunk mindenkit. Kezdjük a mai adásunkat, még hozzá front helyzettel, mert hogy azt hallani, hogy naponta foglalnak el az oroszok különböző ukrán települést, begyorsítottak? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy eddig a fronton nagyon kevés dolog változott, és most először érezni azt, és ez nem más, mint egy megérzés a számok és a, a, jelentések alapján, hogy valami változott. Nehetetlen megmondani, hogy mi változott, az tűnik fel, és alaposabban végignézve, hosszú idő óta először alaposabban végignézve a térképet, két olyan katlan kezd kialakulni, aminek később lehet jelentős szerepe. Az egyik egy Torácsk nevű kisváros körül kezd kialakulni a délebbi szakaszán a frontnak, a másik pedig valamennyire északra egy Sziverszk nevű város körül kezd formálódni. A Sziverszk azért fontos, mert a sokat emlegetett és szinte teljesen szétlőtt Bakmutnak ez volt a párja a második védővonalban, a második ukrán védővonalban. Ugye ettől némileg keletre, vagy bocsánat, nyugatra, észak-nyugatra helyezkedik el az a Slavyansk-Kramatorsk kettős, ezek szintén ilyen 110-170 ezeres nagyvárosok, amelyek az utolsó ilyen betontba öntött települések. Ami miatt érdekes ez a történet, hogy szemlátomás nem egy hagyományos, vagy eddig megszokott kvázi szemből lerohanásra készülnek az oroszok, hanem bekerítik ezeket a településeket, és az a kérdés, hogy miután nagyon komoly erőket kellett az ukrán hadseregnek Harkov városának a környékére, Harkiv megyébe összpontosítani, ezért úgy néz ki, hogy ezek a vonalak meggyengültek valamilyen szinten. Hozzá kell tenni, hogy ezek a legtávolabbi pontjai az ukrán védelemnek, tehát ez még mindig több száz kilométerre van kiev ez a, ez, a terület. Tehát valószínűleg az a döntés született az ukrán katonai vezetés részéről, hogy ezeket a területeket, hát nem mondom, hogy feladják, de harcolva vonulnak vissza innen, miközben máshol rendkívül hevesen védekednek, sőt, ahogy a Volchansknál ellen támadnak hogy ez Harkiv megyében van ez a kisváros. Még egy érdekes terület van, ahol nagyon komoly harcok folynak, ez a tavaly nyári ukrán offenzíva során ukrán visszakerült Robotyine vagy Rabotine városa környékén vannak, ahol még mindig nem történt jelentős orosz előrenyomulás. folyamatos ellentámadásokkal lassítják az ukránok az orosz támadást, tehát itt is nagyon heves a harcok zajlanak, itt még nem történt változás. Sokszor beszéltünk arról, hogy az ukránok csak úgy nem adnak fel területeket, hanem keményen megküzdöttek az utolsó négyzetcentiméterig is. Az, hogy most látható időnként visszavonulás, és valóban, mint hogyha azt érzékelnénk, hogy Harkovba mennek vissza, mert hogy talán azt úgysem támadják meg az oroszok, valamilyen logika lehet benne. Ez mit üzen változott az ukrán taktika? Igen, az, az a, ilyen, én az óriás kígyó szorításának hívom ezt a koncepciót, Uh, amelyben újabb és újabb pontokon intanak támadást az oroszok, és most uh, a, hát nem is akkora talán szumi városa, mint Harkov, de, de majd de egy jelentős nagyvárosról beszélünk. Ugye a 2022. februári támadás uh, kor is volt egy előretörés ebbe az irányba, és ott folyamatosan az orosz támadások, ukrán vezetési pontokat, katonai létesítményeket támadnak, tehát egyre nagyobb a gyanú, hogy ott is indul egy orosz támadás. Na most innentől kezdve joggal lehet azt feltételezni, hogy a, a miután ezt a fajta ilyen túlterheléses, mondjuk így hadászati túlterheléses szintet az oroszok meg tudják lépni, úgy néz ki, hogy fölénybe kerültek valamilyen szinten, vagy úgy érzik, hogy fölényben vannak. Tehát akkor lép meg az ember ilyet katonai vezetőként, hogyha úgy gondolja, hogy az erőfölény ezt lehetővé teszi. Ugye láttuk azt, hogy a, a harco felé irányuló támadást megálltották az ukránok, de egyre több hír érkezik arról, hogy nagyon komoly erőket vontak ki máshonnan viszont és ezek az erők most például Donbassból hiányoznak. Na most, ha a Szuminál is megindul egy ilyen támadás, kérdés az, hogy milyen tartalékokkal rendelkezik az ukrán vezetés, hogy azt a lukat is kvázi betömje. Tehát, mint az óriás kígyó, az oroszok egyre inkább szorítják Ukrajnát, és ennek következtében lehet például az is, hogy a hírek szerint pont a már emlegetett Harkiv megyében volt egy, egy tűzharc, amiben két ukrán alakulat egymásra tüzelt. Tehát itt azért, és ezt ugye több csatornán is leosztált, tehát valószínűleg igaz a hír, ezek azért már olyan jeleket, olyan problémákat mutatnak, amiket nem lehet a szőnyeg alá söpölni. Ember szempontjából hogy állnak az ukránok? Mert ugye lehet azt hallani, hogy újabb és újabb mozgósítások vannak, ugyanakkor meg nálunk is több szakértő elmondta, hogy az akár orosz taktika is lehet, hogy arra mennek, hogy az ukránok mindenhonnan kivonják a csapataikat, amikor valahol az oroszok megjelennek. Abszolút. Um, gyakorlatilag a elméleti erőforrás, emberi erőforrás helyzete az ukrán hadseregnek nem rossz. Az inkább a kérdés az az, és én most pont reggel láttam egy olyan videót, ahol egy kétfős ilyen toborzó brigáddal két fiatal száll szembe is meg is verik a két toborzót tisztet egyébként. Tehát földre kerülnek, és úgy hagyják ott őket, hogy a földön fekszik mind a két katona. Hogy egyre több ilyen jelet lehet látni arról, hogy a lakosság nem akar már harcolni annyira. Nyilván nem nagyon van választása de azok a hírek, hogy uh, Ukrajnának havonta 20-25 ezer ember lenne szüksége, ehhez képesen 10 ezer embert tudnak uh, besorozni, ez mindenképpen arra utal, hogy azért ennek a, ennek a, ennek a, fazéknak is van alja. És ha nem is alja, akkor annyira sűrű már az a része, amivel próbálnak meríteni, hogy inkább a kanál fog eltörni. Tehát itt ez a része egy olyan, uh, mondjam, egy olyan egyenlet, aminek szinte egyetlen egy összetevét sem ismerjük pontosan, de az biztos, hogy, hogy Végsőkig nem lehet feszteni egy nemzetnek az ellenálló képességét. És azok a felmérések, amelyek megjelentek ez ügyben, és higgyük el, hogy manipulált felmérések voltak, azt mutatják, hogy az ukrán lakosságban nő a kompromisszumkészség, és egyre többen vannak azok, akik már hajlandóak lennének töretet feladni a békér. Ha még a harci cselekményeknél maradunk, te szoktad azt mondani, hogy Ukrajnának az összeomlása nem egy fokozatos dolog lesz, hanem egyszer mondjuk van egy gyújtópont, és akkor ez akár nagyon gyorsan is megtörténhet. És ilyenkor mindig te szoktad mondani, hogy tévedtél már ebben a kérdésben, hiszen volt, hogy jóval korábbra tetted Ukrajnának az összeomlását. Most itt vagyunk, 2024. július 26-án. Ukrajna láthatóan még nem omlott össze, de szerinted mennyire van közel Ukrajna? az összeomláshoz. Ezek után nem merek jósolni. Én úgy mondom, hogy minden egyes nappal közelebb van, mert az orosz stratégia nem változik. Ahogy a nyugati támogatás sem változik, és nem nő drasztikusan. Tegnapi hír, vagy tegnap hír, hogy, hogy a Dánia és Hollandia a megígért 14 darab leopárt 2 A4-es, tehát nem túlságosan modern harckocsit még mindig nem szállította le, amiket tavaly nyáron ígértek. Tehát, hogy ezek a dolgok azt mutatják, hogy a folyamat az, az halad előre tovább, csak gyakorlatilag a, a, a lépéseknek a hatását nem lehet egyértelműen látni. Az összeomással kapcsolatban pedig hagy idézem föl a, a Biden elnök a lépéseit, hogy az utolsó utáni pillanatig hevesen tagadta mindenki hogy Biden visszalépése készülne. Tehát pontosan emiatt mondom azt, hogy a mi számunkra meglepő módon meglepő sebességgel fog bekövetkezni az összeomlás, amikor az ideje eljön, mert minden erőfeszítés arra fog irányulni, hogy ennek a jeleit a külvilág és a lakosság elől eltitkolják. De most az azért probléma, mert ezzel az ilyen folyamatos, mondjuk egy póker hasonlattal all sokkal súlyosabb károkat okoznak később. Tehát a, az egész tagadás a Biden mentális alkalmatlanságának, ez visszavetíti az elmúlt négy évére is a, 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 a botlásait. Tehát azokat meg lehetett volna magyarázni, hogyha az első jelére annak, hogy bizonyos komoly problémák vannak, mondjuk a sokadik lépcső megbotlás vagy a sokadik eltévedés után ö, ö, egészségügyi akkor hivatkozva nem őt indítják, viszont azzal, hogy vagy fullban nyomták a kretint, hogy egy híres filmet idézek, ezzel gyakorlatilag olyan súlyos terhet vettek a nyakukba, mert lehet, hogy össze is törjük Ez igaz egyébként az ukrán állapotra is. Egyébként, ha Bidennek a nyilatkozatát megnézzük, amelyet jó magam szinkronizáltam, így aztán elég mélyrehatóan ismerem, hogy ismét megerősítette Biden azt, amit a vitában is elmondott, hogy ő büszke arra, hogy gyakorlatilag a világ nagy részét az Egyesült Államok mellé állította Oroszországgal szemben. Hát akkor legközelebb bajba leszen, hogy Kamala Harris-t is szinkronizálat kell, akkor, akkor majd Szerintem egy... mindent meg lehet oldani. Azt kérték már a hallgatók, hogy mesterséges intelligenciát ne használjunk, mert hogy egyszer Orbán Viktorra ráhúztunk valami effektet, amikor ő neki a külföldi interjúját szinkronizáltuk. Megígérem, hogy olyat soha többé nem csinálunk, de majd gyakorolom Kamala harris a hangját ígérem. Pedig vicces volt, amikor németül beszélgettünk, azért annak is megvolt a bukéja. Az biztos. Um, de gyakorlatilag ebben Bidennek valamilyen szempontból igaza van, de ebben a lépésben Oroszország agressziója sokkal többet segített, mint bármilyen diplomáciai húzás. Tehát az a tény, hogy a nemzetközi rendet egy ilyen durva lépéssel föl lehet borítani, vagy meg lehet ingatni, azért az sokakat elgondolkoztatott. Tegyük hozzá, hogy mondjuk a Líbia, a NATO támadás Líbia, vagy Szíria ellen azért szintén egy olyan lépés lehetett, amit lehetett volna, mint el lehetett volna gondolkozni, hogy hát hogy is néz ki ez a nemzetközi rendszer, de az biztos, hogy a NATO zárta a sorait. A kérdés az az, hogy megint egy olyan lépést látunk-e, mint Biden alkalmatlanságának a, a, folyamatos tagadása, amely később súlyos károkat fog okozni. De nemrég fejeztem be a háborúra ítélve című könyvet Graham ellison amely a tokudítés csapdával azzal foglalkozik, hogy, hogy a, a, az amerikai és a kínai küzdelem végül háborúvá fajulhat-e és abban van egy, hogy olyan észrevétel, amit egyébként több alkalommal már én magam is megtettem, hogy az amerikai rövidtávú gondolkodás hosszabb távon sokkal nagyobb gondokat okoz. Tehát, hogyha fölmérték volna, vagy vették volna a fáradtságot, hogy fölmérik azoknak a következményeit, hogy mit jelent mondjuk egy Osama Bin Ladenhez hasonló muszlim radikális, tehetséges muszlim radikálisnak az alkalmazása és támogatása és futtatása, akkor sokkal előrébb jár az Egyesült Államok. De sajnos ez az itt és most felfogás, amit több szám is megénekel a Van halen kezdve egészen más csoportokig, amit Right Now-val szoktak emlegetni. Ez, ez, nagyon, vagy Right Here and Now, ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy rövid távon születnek olyan megoldások, hosszú távú problémákra, amelyek később tovább növelik a probléma méretét. Ugye a frontot, hogyha megnézzük, akkor van annak egy olyan aspektusa is, hogy mi történik a hátországban, és azt látjuk, hogy az oroszok folyamatosan támadják Ukrajna különböző területeit. Most éppen egy friss hír van erőttem, hogy orosz Iskander találat érte a Harkivi harcjármű gyárat, ez Ukrajna legnagyobb tangjára, de hát tudjuk, hogy folyamatosan történnek hasonlók. Egyrészt meddig bírja a lakosság, másrészt mennyire látott tudatosnak orosz oldal a civil infrastruktúra vagy az infrastruktúra elleni támadásokat. Az egyértelműen az, és emlékezzünk rá, hogy a Tercsi híd elleni támadás, most azon gondolkoztam, mikor volt, aztán talán 22. augusztusában vagy 23. augusztusában. É, megmondom egészen pontosan, mert hogy itt van előttem egy ilyen jegyzet, 2023. július 17-én. Na, tehát, 20, tehát egy éve gyakorlatilag tartanak ezek az infrastruktúra elleni támadások és ebben is az a fajta tudatosság látszik, és itt, itt megint fölhívnám a figyelmet arra, és ez nagyon nagy probléma a nyugati gondolkodásban, nem csak az amerikaiban. Van egy ilyen táli mondás, hogy nektek óráitok vannak, nekünk meg időnk. Tehát az orosz stratégiában is az látszik, hogy apránként darabról darabra fonják szorosa azt a halálos hálót, ami Ukrajnát folytogatja. És ennek a része az energetikai infrastruktúráni támadások is. Most állítottunk odáig, hogy Ukrajna jelentős részén napi, akár 10 órán vagy több mint 10 órán keresztül nincs ára. Ez a normális életmenetet, az én normális életvitelt se télen, se nyáron, de télen meg végképp nem teszi lehetővé. Tehát abban az esetben, ha éhezik, fázik, jó az éhezés a fúzás, de ha fázik, és sötétben kell ülnie a nap nagy részében a lakosságnak, meg a vagy a hadsereg hiszen nyilván ő kapja a prioritást, de azt se lehet mindent megoldani. Onnantól kezdve egy nagyon-nagyon sötét, kilátásokat vetít ez előre. És az orosz támadások eddig az elosztóközpontokat érték, de most már magukat az erőműveket támadják. Tehát innentől kedve az a helyzet, hogy szépen lassan, darabról darabra uh, folytják meg, teszik tönkre az energetikai infrastruktúrát, teszik tönkre az ukrán hadipart, az ukrán hátországot, amiben mi uh, nyilván nem készül, de a régieket még meg tudják javítani, a sérülteket meg tudják javítani. Egyre csökkentik apránként, egészen pici ö, ö, lépésekben csökkentik az ukrán katonai kapacitást, az ukrán katonai erőt, és onnantól kezdve ez az ezer tűzszórás vagy ezer vágás stratégiai előbb-utóbb kimerít bárti. Tehát, hogy itt az a, a, az a szomorú tény, hogy az ukránok baromira bátran is, elkeseredetten is, és kreatívan is, keményen harcolnak. Fölteném a kérdést, Európai Ország hogy bírta volna ki ezt a két és fél éves háborút? Szerintem sehogy. De ennek ellene az ő erejük is véges, és itt vannak a problémák. Ö, akkor menjünk egy másik témára rá, ez pedig az olaj kérdés, ugye ott indul a történet, hogy Kijev nemrégiben úgy döntött, hogy leállítja a Lukoy termékeinek tranzitját az Oroszországból érkező Druszba, vagyis vezetéken keresztül. És akkor Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy sürgesse Kijevet a szankciók eltörlésére. És most a Financial Times írta meg, hogy az Európai Bizottság elutasította ezt a kérést. Te mit gondolsz erről az egész helyzetről, és mennyiben befolyásolja a ez a döntés a mi mindennapjainkat? Hát egyrészt a Financial Times hogyan értesül először erről a kérdésről? Hát ezt, tegyük fel más a kérdést, hogy egy, egy, brit gazdasági lap miért tudja hamarabb, hogy milyen válaszod az Európai Bizottság, mint mi? Tehát ez egy önmagában itt már egy, 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 egy röhelyes szituáció, bocsát a kifejezésért. Egyébként az, még csak nem is azt történt, hogy névtelenül nyilatkoztak, hanem mondjuk Valdis Dombrovskis az EU egyet, egyébként lett állampolgárságú kereskedelmi biztosa, névvel nyilatkozta, hogy Brüsszelnek több időre van szüksége a bizonyítékok összegyűjtéséhez és a jogi helyzet felméréséhez. Aha, hát ez, ha mondjam, tehát vannak szankciók, ami alól Magyarország felmentést kapott, Ukrajna meg nem akarja betartani őket, de most egy dolgot tegyünk hozzá. Ukrán szempontból igazuk van. Tehát ahogy Magyarország érdeket képviselt, érdeket érvényesített, nyomást gyakorolt Svédországra az Európai, bocsánat, a NATO csatlakozással kapcsolatban, ugyanúgy az Ukrának most azokat az eszközöket használják, amik a kezükbe vannak ahhoz, hogy az ő számkora kedvező lépéseket elérjék. Tehát emiatt Ukrajnát nem fel támadni. Az már egy másik kérdés, hogy bölcs dolog-e egy szervezetbe igyekvő tagként, ugye Svédország is hasonló szituáció volt, amikor NATO-ba akart belépni, az egyik vétójoggal rendelkező országot folyamatosan provokálni és megpróbálni megalázni, ez egy másik történet, de ez a háború Magyarország és a globális elit között elég régóta tart, ez egy újabb fejezet ennek a küzdelemnek. Alapvetően az érdekessége ennek a sztorinak az, hogy csak a lukóit érinti. Na most aki járt Romániába, a Párciumba, Erdélybe, egyéb területeken, az látta, hogy nem csak Gazprom benzinkutak vannak Romániába, megint elmondom, Gazprom benzinkutak üzemelnek Romániába, hanem Lukoil benzinkutak is üzemelnek Romániába. Nekünk 2014 után az egyik első dolga volt Magyarországnak kötelező jelegel megszüntetni a Lukoil való együttműködést, többek között a benzinkutak területén is, nyugati nyomása. Tehát akkor ez hogy van ez, hogy Romániában bárki, bármelyik orosz vállalat működett nálunk, még a Lukoil olaja sem hozhat, pedig van felmentésük a szankciók alól? Tehát ez, ez, ez hogy működik ez a rendszer? És az a baj, hogy minél többször politikai érdekek mentén fölrúgjuk az egyébként általánosnak és kötelezőnek minősített szabályokat, annál többször következiknek az be, hogy a szabályokat utána senki sem fogja tiszteletbe tartani. Tehát az Európai Unió egy újabb csodálatos öngólt lőtt magának, és lehet, hogy úgy gondolja, hogy mondjuk 32-30-ra vezet Magyarországgal szemben, csak mondjuk, hogyha eljön az a pillanat, amikor ilyen vagy olyan okok miatt nem tud több gólt rúgni, akkor előbb-utóbb ez az eredmény és saját maga ellen fog fordulni. Tehát lehet, hogy két gólt rúg nekünk is egyetőn magának, csak eljön az a pillanat, amikor a hitelessége nullára vált, és ott nem, nem, fog tudni több gólt rúgni, hanem azokkal az öngólokkal, amiket berúgott saját magának, azzal gyakorlatilag utána a saját létét vagy a saját felmaradását fogja kockáztatni. Vagy a saját, mondjuk így komolyan vehetőséget először beszélünk erről. Tehát az egész, barancsai. Csak annyi, hogy az Európai Unió az mi is vagyunk. Tehát... Hát ez a másik fel, igen. Tehát, hogy, hogy ilyen nincs ilyen, az Ukrának az egész Európai Unió bünteti, hogy ez a, ez, ez a tény, hogy nem esik le embereknek. Tehát félreértés ne esik. Ukrajna háborúban áll, nem áll túl jól, ezért minden eszközt megragad azért, hogy a saját érdekeit képviselje. Emiatt semmi kritika nem érheti nem őket, vannak más tettek, akik kritizálják őket, ebben sem kivetni volt nem látom. Viszont az a tény, hogy az Európai Unió, amelyik az egységet hirdeti, egy ilyen egyértelmű szituációban sem viselkedik úgy, ahogy az, nem csak az előírások, hanem a logika szerint is kell neki, ez inkább ráveti a problémát. Tehát ugyanúgy, hogy többször beszéltünk el, hogy a migránsokkal kapcsolatban sem az ideérkezőkkel van az alapvető probléma, hanem minden mondjuk meg nekik, mi nem tanítjuk meg nekik, hogy hogy kell viselkedni. Az Európai Unió ebben az esetben határozottan ápítana Ukrajnára, hogy hölgyeim és uraim azért nem, nehogy már tizsaroljatok minket, akkor ez a viselkedés egyértelműen nem kívánatosá lenne. De amíg nincs így, amíg Magyarországot minden körülmények között, minden szabály és előírás és szokás felrugásával lehet büntetni, meg lehet rúdosni, addig észrevétlenül, majd előbb-utóbb látható módon saját magukat is büntetik ezek az államok. Egyébként nagyon érdekes, Turoci Richard kollégánk számolt be róla az Ultrahang Plus szófutó hírmixben, hogy Mihály Lopadolák, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója egy élő tévéműsorban arra utalt, hogy nem is az orosz ték szankcionálása volt a cél, sokkal inkább Magyarország és Szlovákiának a befolyásolása. Ö és hogy állítólag itt a fegyverszállítás, tehát az Ukrajnához való hozzáállás volt az ok. Ugye ez azért is érdekes, mert hát néhány nappal korábban Orbán Viktor ott volt Zelenszkinél. Ezeket a dolgokat én megmondom, szerintem nem tudom értelmezni, tehát tudnám, de az meg nem sajtóképes. Uh -huh. ö, gyakorlatilag a, ö, azt, kéne megérteni, és úgy néz ki, hogy ez se az Egyesült Államokban, se, mondjuk akkor inkább itt, hogy se Washingtonban, se Brüsszelben, se Kievben nem értik, hogy, hogy Ukrajna egy olyan helyzetben van, amikor legfeljebb kérhet. Tehát ez a fajta, mondjuk így, asszertív érdekérvényesítés, hogy ne használjuk durva kifejezést, ez a fajta kizárólag a saját érdekeket figyelembe vevő hozzáállás, egy háborúban álló, egy erősebb ellenfélel háborúban álló ország esetében nem túl szerencsés. Tehát megint elmondom, nem vagyunk ilyen helyzetben, nem tudjuk, hogy mi hogy reagálnánk. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy, 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 Ukrajnát úgy szabad csak kritizálni, hogy ezeket az ember hozzáteszi, mert egy hasonló szituációban igaz az a magyar mondás, hogy az kiabál, akinek a háza ég. Tehát, hogy, hogy, hogy Ebben a helyzetben nem tudjuk, hogy hogy tudnánk mi viselkedni, csak így kívülről, vagy mondjuk inkább úgy, hogy érintettként ezek a dolgok nem tűnnek szerencsésnek. Ugye egyébként a Financial Times azt írja, hogy az Ukrajnán keresztül érkező lukai szállítmányok Magyarország olajimportjának körülbelül 25-30%-át teszik ki. Ez magas. Meg tud birkózni az ország ezzel a helyzettel? Egyrészt vannak stratégiai tartalékaink, tehát nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy nem állunk ott az európai hadiparhoz hasonló helyzetben letolt nadrákkal, hanem vannak olyan tartalékok, ahol vissza tudunk nyúlni. Ez az egyik része a történetnek. A másik része pedig az, hogy vannak alternatív szállítási útvonalak. Tehát van, érkezhet máshonnan is olaj, vannak más irányok is, ahonnan vezetéken is érkezhet, vagy akár érkezhet az egyébként uszályokon, érkezhet tehervonatokon, tehát többfajta szállítási mód van az alapvető problémát az jelenti, hogy ez a legolcsóbb beszerzési forrás és a legolcsóbb szálltási módszer. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag joggal merül fel az a kérdés, hogy ezt a, ezt a döntést, hogy amelyik ukránnak egy nagyon komoly bevétel kiesést jelent egyébként, hogy ezt, a, ezt a döntést hol hozták meg? Tehát életünk a gyanúperrel, hogy ezt nem Kievben hozták meg ezt a döntést, hanem Európa vagy Brüsszel kérte erre kérhet, hogy lépjen így föl Magyarországgal is, az, egyre inkább Magyarországhoz hasonló módon viselkedő Szlovákiával szemben, és onnantól kezdve egy teljesen másik, mondjuk így, szituáció, hogyha az Elenszki elnöknek nem nagyon volt más választása, mint teljesen ezt a kérdést. Egy dolog, hogy örült neki vagy sem, ez egy másik történet, de ha ez nem onnan indult ki, és nekem van, én élek a gyanúperre, hogy ezt nem ők találták ki, hanem ez Brüsszelbe érkezett a kérdés, akkor az egészen más, mondjuk így, árnyalatot, árnyalatot ad ennek a kérdésnek. Azért tanulságos ez, amit mondasz, hogy mi van, ha úgy kérték meg Ukrajnát, mert az még szörnyűbb. Az egyik oldalon megkérik, a másik oldalon meg az Európai Bizottság nem is foglalkozik vele. Igen, ha itt térek ki egy ilyen állandó kritikámra az Európai Unióval kapcsolatban, hogy az Európai Unió elméletileg önkéntes egyesülés révén jött létre. Tehát mi nem úgy léptünk bele ebbe az egészben, mint a Varsói szerződésben, hogy muszáj volt, mert szovjet csapatok szállták meg az országot, hanem saját elhatározásunkból léptünk be. Ebből kifolyólag ezt a döntést egy ilyen, egy ilyen központilag irányított ukázra lecserélni, ez alapján az Európai Unió nem sértődhet meg, a mindig is alkalma megsértődött, de most már nem sértődhet meg, ha a szovjet Moszkvához hasonlítjuk őket, mert egész egyszerűen ugyanaz a rendszer. Gondoljunk már bele, hogy a hitleri Németországgal szemben Magyarországnak volt annyi mozgástere, hogy befogadta a Lengyel menekülteket, hogy nem üzenedhatott a Szovjetuniónak. Nyilván a, 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 a kasai bombázás meg egyéb provokáció után muszáj volt, de az első körben nem voltunk benne. Tehát hogyha egy, 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 egy szélsőjobboldali, bevallottan diktatúrával szemben volt Magyarországnak annyi mozgástere, vagy mondjuk, hogy, hogy, hogy Jugoszláviát, és amíg lehetett, nem támadtuk meg, csak közvetlen német utasításra tettük ezeket meg, akkor gondoljunk bele, hogy egy elméletek demokratikus Európai Unióval annyi mozgásterünk nincs, hogy valamire azt mondjuk, hogy nem. Tehát ezek, ezek brutális dolgok. Tehát ez így a történelmi perspektívába helyezve, ez egész egyszerűen nevetséges. De mire számít azt egyébként, hogy oké, okay, most megoldjuk meg ilyenek, de hosszú távon azért valami kell ezzel a kérdéssel kezdeni. És hogy ennek lehet egy olyan aspektusa, hogy mindenki vásároljon másmonnan olajat hosszú távon. És például Magyarország, aki állítólag kedvezményes áról jut az orosz olajhoz, bár ezt ugye nem tudjuk, mert titkosak a szerződések, is rá van arra majd egyszer csak kényszerülve, hogy inkább másmonnan szerezzen olajat, és így vagy úgy, de ez csak az orosz gazdaságnak majd ártani fog. És mondjuk ez a szankció működhet is akár. Nem tudom pontosan mekkora részét teszik ki a Magyarországra és Szlovákiára érkező orosz olaj, a teljes olaj exportjának, ö, teljes orosz olaj exportnak, de valami azt súgja, hogy egy elég részén elnyésző részét. Tehát az, hogy India elkezdte fővásárolni nyers olajat Oroszországtól, majd finomítás után indiai olajként adja el az Európai Uniónak, ez csak az Európai Uniónak nem tűnik föl. Mindenki más röhög rajta. Tehát gyakorlatilag is a kifejezését szó szerint ez már nem nevetnek. Hát ezt a fajta álszentséget, ezt a fajta képmutatást amit az Európai Unió megenged magának, ezt a világ gondolkodó részén kinevetik. Itt a vallási fanatikusok helyén, vagy hazájában, ahol tényleg már ilyen, ilyen jó emberkedés, vagy jó ember, oh, hallottam Nántorbető, jó emberkedésnek a, 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 a vidékén, ez, ez magától értetődik, máshol meg nevetséges. Tehát eh, nem hiszem, hogy ez a fajta történet térde tudná most kényszerítni Oroszországot. 2022. március áprilisában a szankciók bevezetésekor érezhető volt egy nagyon komoly idegeskedés az orosz vezetés részéről, amikor nem tudták, hogy a fő, az ex, fő a, 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 sorsa mi lesz, de utána, amikor sikerült Kínával és Indiával megállapodni, onnantól kezdve már ez az egész stabilan megy, tehát hogy Európa vásárol, a orosz energiahordzót, az lassan nem osz, nem szoroz. Menjünk tovább az Egyesült Államokra most, hogy Joe Biden visszalépett, olyan közvéleménykutatások készültek, amelyek Donald Trump és Kamala Harris esélyeit mérik. Az Emerson College és a The Hill közös közvéleménykutatásából az derül ki, hogy Trump a legtöbb csatatér államban vezet, Pennsylvániában és Georgiában két százalékpontban, Michiganben egy, Arizonában pedig öt százalékponttal vezet. Kamala Harris előtt még Wisconsinban döntetlenre állnak. Ezek elég érdekes ö, számok, és ö, Viszont a kutatás alapján elmondható, hogy Harris sokkal jobban teljesít, mint Biden elnök a csatatér államok mindegyikében. Bidenhez képest Harris 5%-kal teljesít jobban Georgiában, 4%-kal Arizonában és Wisconsinban, valamint 3%-kal Michiganben és Pennsylvániában Joe Bidennél. Magyarul azt értelmezik, hogy Harris visszaszerezte a demokrata szavazók egy részét. Ha Kamala Harris lesz az elnök jelölt, még ez sem biztos, akkor van-e esélye még akár fordítani a mostani álláson? Először kételkedtem ezeknek a, a a hitelességébe, és egy Churchill-t idézgettem arról, csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítottam. De ha belegondolok abban, hogy milyen lehet demokrata választónak lenni, amikor van egy szemlátomást, és mindenki látta, hogy demens, szerencsétlen öreg ember, aki előadja, hogy ő a, a fitness világbajnok, akkor ahhoz képest bárki más, tényleg bárki másan, nevetve, nyerítő, sokszor idétlen, szemlátomást az emberekkel, nem ked embereket nem kedvelő, Kamala Harris egy jobb megoldásnak tűnik. Tehát elhisz, én most, én, én most abban a, én úgy gondolom, hogy, hogy hihetőek ezek a számok, egészen az első vitáig. Tehát amikor Trump megérkezik a szokásos lendületével, a laza stílusával, alkalmatán néha uh, alpári poénjaival, vagy, 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 vagy altesti poénjaival, és akkor Kamaláris éladásba kezdve nyeríteni a szokot uh, egy-egy olyan poénon, ami akkor is poén, hogyha még rosszul esik az embernek, vagy, vagy fájdalmas is, uh, és, és, utána abban a stílusban kommunikál, hogy eddig kommunikált, mert hát hogyan tudnak másképp kommunikálni, ez, ez jön belőle. Onnantól kezdve szerintem ezek a számok megint a visszajukra fognak fordulni. Uh, az, hogy Harris képes nem legyőzni Trumpot, azt nem hiszem. Gyakorlatilag az amerikai állampolgároknak elegük van ebből a demokrata kormányzatból. Abból, ami az lmb területén zajlik, abból, ami a külpolitikába zajlik, az a 61 milliárd dollár, amit megszavaztak Ukránnak, az nagyon hiányzik az amerikai költségvetésből, például az infrastruktúrára. És oké, okay, hogy, hogy jelentősen nagyobb mondjuk így az amerikai költséget, és annál, hogy ezt, ezt a pénzt meg, megérezze, de én magam is beszéltem már arról, hogy ez például két évnyi hadihajó beszélés az amerikai hadifottának. Tehát ezek olyan számok, amik bizony hiányoznak, és onnantól kezdve Trump ezekre rá fog menni, már pedig rá fog menni, el fogja mondani, hogy Kamala harris gyakorlatilag ugyanaz folytatód, amit korábban, és nem is kell többet mondania. Tehát én ezeknek a, a felméréseknek most hiszek, ha tartós javulás mutatnak a, a demokrata elnökjelölt legyen bárki, Megítélésében akkor azt mondom, hogy ezek hamisak. Viszont az már nagyjából most látszik, hogy milyen lehet a kampány, mert hogy Benjamin Netanyahu Washingtonban beszélt a kongresszus mindkét háza előtt, és pont tegnap Megyeri Jonatánnal készítettem interjút, aki mondta, hogy például a repülőtére nem várta senki. Tehát se Biden, aki elvég akkor gyógyult a Covid-ból, se Kamala Harris, se Anthony Blinken. Blinken, és magára a kongresszusi beszédére is nem ment el sok demokrata vezető, viszont utólag megbeszéltek egymással, tehát most jöttek ki a hírek, hogy folyt adtak tárgyalásokat egymással, és itt például Kamala Harris arra szólította fel Bident, hogy be kell, vagy Netanyahu, nem, én is Bidenesedek, szóval be kell fejezni a háborút. Állítólag kifejezetten kemény beszédeket mondott, azt mondta, hogy komoly aggályai vannak a civil áldozatok miatt, itt az ideje, hogy véget érjen a háború, és hogy sokkal keményebb hangnemet ütött meg Benjamin Netanyahuval kapcsolatban, mint Joe Biden korábban, ez a BBC beszámolója. Szóval én elképzelhetőnek tartom azt, hogy az lesz a narratív, hogy itt van Kamala Harris, aki sokkal határozottabb, sokkal keményebb Bidennél. valóban egy, 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 egy őségi amerikai szövetségest kell mondjuk így, ha már ilyen bulgár sem veszem a figurát se szegetni, azzal kapcsolatban, hogy hogy védi meg az országát? Tehát, hogyha Ukranával kapcsolatban nincsenek aggodalmak, akkor Izrael kapcsolatban miért vannak? Tehát itt, itt megint egy olyan olyan kettős mérce látszik, ami, ami, ami abszolút öngól lehet. Tehát azért gondoljunk, hogy a demokraták, a az, amerikai zsidóság jelentős része demokrata érzelmi, Tehát, hogy, 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 ő, és azért a, a kötődését nem felejtett el Izrael irányába. Tehát, hogy, hogy komolyan ez, ezekkel a dolgokkal azt hiszik, hogy, hogy, hogy sikereket érhetnek el politikailag. De tegyük hozzá, hogy az az általános vélemény, hogy, hogy Harris progresszívabb, mint Biden volt. Tehát innentől kezdve ez valószínűleg a, a, a négyes fogatnak nevezett radikális demokrata szavazók irányában nyit, csak az ezzel valószínűleg elidegeníti a sokkal nagyobb létszámú demokratikus közepet, aki ugye több esetben a republikánus közép is hajlandó volt a demokratákra szavazni, ebben az esetben a demokrata közép is hajlandó jobbra szavazni, ha úgy érzi, hogy az adott jelölt nem képvisel az érdekeit. Tehát ez egy, ez egy nagyon veszélyes játék, és én értem, hogy most nagyon vivatos lett, vagy palesztin lenni, de hát vannak olyan, vannak olyan divatok, amiket nem kéne követni. Tehát az a tény, hogy egy palesztin párti tüntetésen elégettek egy amerikai zászlót, az, az az amerikai zászlót kvázi szentségként tisztelő átlag amerikai számára egy olyan arcúcsapás, aminek meg lesz a hatása. Tehát ez egy általános tapasztalat, hogy választást csak középről lehet nyerni, és csak akkor kerülnek tömegesen radikálisok hatalomra, vagy akkor kerülhetnek radikálisok hatalomra, akkor már nagyon-nagyon nagy baj van. Tehát amikor a középen állók sem hisznek abba, hogy a mérsékelt pártok megoldást tudnak hozni. Na most, hogyha ezt a logikai menetet követjük, akkor Harrisnek a jelöltsége többet fog vinni, mint amennyit hoz. Én Kamala Harris kifejtette, hogy szerinte a helyzet rendezéséhez két állami megoldásra van szükség, független Palesztinára és független Izraelre, és arra kérte az amerikaiakat, hogy foglalkozzanak a konfliktus árnyalataival. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elköteleződése Izrael önvédelme felé megrendíthetetlen, hozzátette, az nem teljesen mindegy, viszont, hogy pontosan hogyan védi meg magát a zsidó állam, nem engedhetjük meg magunknak, hogy érzéketlenek legyünk a Szemben, és nem leszek csendben, kössünk meg egy alkut, hogy legyen egy tűzszünetünk, ami véget vet a háborúnak, ezt tette hozzá. Én erről több helyen beszéltem már, és Robert C. Castellel is többször vitatkoztunk erről, a kevés teret, ahol nem értünk egyet, de én, én is a kételemi megoldás mellett vagyok. Az az állam, amelyik állammódra viselkedik, azt komolyan lehet venni. Az az állam, amelyik latorállam módjára viselkedik, az, meg úgy kell bánni. Tehát, hogyha a palesztinok megkapják azt az államot, amit szeretnének, akkor egyrészt ezzel hosszabb távú kompromisszumokat kell kötniük, például a, a 40-48-as területi változásokkal kapcsolatban, mert más megoldás nincs, illetve a menekültek visszatérésével kapcsolatban is. Tehát ez egy olyan történet, amely egy sajnálatos és tragikus helyzet. Én el, elismerem a szenvedéseket, több palesztin tanítványom volt, akivel sokat beszélgettem és vitatkoztam ezzel kapcsolatban, de azt mondtam, hogy ha békét akarnak, akkor kompromisszumot kell kötni. Ha háborút akarnak, akkor folytatódik a háború, de abban meg nem ők állnak jobban. Tehát, hogy, 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 ez a fajta felismerés, ha megszületik, én ezt támogatom ezt az elkérdést, azzal együtt, hogy az állami létnek nagyon komoly követelményei vannak, aminek meg kell felelni. Aki ennek nem felel meg, az meg vállalja a következményeket. Tehát ez a Hú, most már nem csúnyát mondtam, hogy mi, 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 csinálunk, meg mi is maradunk. Tehát a kín is vagyok, benn is vagyok, állapot nem tarthatok én túl sokáig. tehát ez van az izraeli atomprogramra is, de ez egy másik történet. Kérdezek egy csúnyát, lehet, hogy nem leszek népszerű, de nem lehet, hogy valójában a palesztinok, és erre válaszol az izraeliek is, háborúzni szeretnének, és nem békét kötni. Hát a palesztinoknál még mindig ott vannak a túszok, vagy élve, vagy a holttestük. Sok esetben ugye most az izraeliek őt, túsznak a holttestét kiszabadították, de hát itt nem arról van szó, hogy a palesztinok visszaadnak mindent, és akkor lehetne egy tűzszünetről beszélni, hanem itt a kiinduló ok, mi szerint túszokat ejtettek, az még mindig fenn. Persze visszamehetünk az időben, talán Dávid királyig, vagy Mózesig és Ábrahámig is, de, de hogy mondjuk, ugye az október 7-e, ha azt nézzük, hogy október 7-e volt a közvetlen kiváltóka ennek a háborúnak, akkor, tehát, hogy még mindig ott vannak a túszok, és ö, ugye mindig Izrael megkapja, hogy civilek halnak meg, és szerintem egyébként itt arra tényleg érdemes odafigyelni, hogy az áldozatokat mérsékelni, vagy ne legyenek áldozatok, ez egy ilyen nagyon utopisztikus gondolat, de hát nyilván én is együtt érzek a palesztin áldozatokkal is, gyerekekkel, meg minden ők nem érdemlik meg ezt, tehát hogy azért azt ki lehet jelenteni, de hogy közben meg olyan, mint hogyha a térség szereplői háborúzni szeretnének, és a nyugat meg mindenki látszólag azt mondaná, hogy ne háborúzzatok, létszi, hagyjátok abba, a valóságban meg, meg igazából azért nem nagyon tesznek semmit. Igen, az, az alapvető probléma az, amit a nyugati vezetés, az európai, de az Egyesült Államokban is sem ért, hogy a háború az mindig a rosszabbik választás mindenki számára. Tehát ezt mindenki, aki pisztis foglalkozott hatörökömet tudja, hogy háborúzni, akkor mennek az országok, ha már nincs más választás, nincs más érdekérvényesítési megoldásuk. És utána viszont ö, fölismerni azt, hogy a békéhez vagy totális győzelem, vagy kompromisszumok kellenek, ez megint egy nagyon nehéz döntés. ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nem érdemes belekezdeni egy háborúba, ha nincs egyértelmű kilépési stratégia az embernek, mert nagyon könnyen durván eszkalálódhat, és a végén alkalmatlan a fennmaradás is veszélybe kerül. Tehát ebben az esetben a gyengébbik fél, ebben az esetben a palesztinok azt kockáztatják, hogyha nagyon fölmérgestik az izraeli vezetést, akkor erővel szünteti meg a palesztin jelenlétet a most létező területeken, most, most palesztin kézen lévő területeken. Tehát itt, 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 értsék már meg a, a felek, és elsőbb a Hamászra is a palesztinoknak erre a részre gondol, hogy, hogy itt, itt a, a jövezett teljes felszámolás is benne van a pakliba. Ez nem szép, ez nem jó, ez nem támogatandó, ez, és semmiképpen nem egy olyan dolog, amiről pozitívan lehet beszélni, és meg nem kockázni, hogy Izraelbe sem erre az opcióról pozitívan, de benne van a pakliba. Tehát, hogy azt kellene megérteni azoknak, akik, akik ezeket a dolgokat kritizálják és befolyásolják, hogy olyan szelence, a pandorák olyan szelencét nyitogatják ki, amik totális pusztítás is hozhatnak. Tehát, hogy, hogy, ez az, amit, amit jó lenne már megérteni, hogy a háború az maga a pusztító tűzvész. És ha valaki kinyitja az ajtót, és kiengedi a szemet a palaszból, akkor ő magát is fölfalhatja. Tehát, hogy ezeknek a súlyos döntéseknek a mérlegelése nyomokban sem látszik, se nyugaton, se a palesztin vezetők körében, az izraeliek hozzászoltak ahhoz, hogy a megsemmisülés veszélyével szembenézenek, Innentől kezdve gyakorlatilag ez egy olyan megoldhatatlan tűnő egyenletet hoz létre, ami nagyon-nagyon ami komolyan elgondolkoztatja a külső szemlélőket. Hogy úgy, ahogy mondod, hogy tényleg háború kell minden áron. És ebből a háborúban nem csak a katonák halnak meg, hanem ártatlanok is, bőven is pusztul minden. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy olyan ö, dolog, amit higgyék el nekem a történésznek, aki a háborúnak a legtöbb aspektusát ismeri, és, és elég sokat foglalkozott vele, hogy, hogy ez nem jó így. Tehát én, én támogatom azt, hogy valamikor kell a háború, de nem egy ilyen mindent felörlő, korlátlan háború, mert ebbe olyan óriási pusztás keletkezik, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, amit utána talán lehetetlen megszüntetni. És ha utána ez a gyűlölet, ez elterjedés válik, akkor tényleg nem marad más, mint egyfajta, és most szándékosan ezt a kifejezést használom, a végső megoldás. Tehát, hogy, hogy, hogy ez meg nem lehet érdekes senkinek, hogy népek tűnjenek el, vagy pusztuljanak el, vagy ki legyenek telepítve, hát ezt senki nem akarja komolyan. A műsorunk végén még egy érdekes hírt behoznék még hozzá Alaszkával kapcsolatban, mert hogy Alaszkába, Alaszka közelében Kína és Oroszország közösen egy járőrakciót tartott még hozzá a levegőben. Lloyd Austin, védelmi, amerikai védelmi miniszter arról beszélt, hogy az észak-amerikai légtérvédelmi parancsnokság szerdán bemért két orosz Tu-95-ös nagy hatótávolságú bombázót és két kínai H-6 bombázót, az orosz és kínai katonai járműveket amerikai és kanadai vadászgépek észlelték. A Pentagon vezető miniszter hangsúlyozta, hogy az idegen repülők nem léptek be az amerikai légtérbe, végig nemzetközi területen maradtak, ugyanakkor a fejleményt aggodalmat keltőnek nevezte, mert összefügg a két ország közeledésével, illetve azzal, hogy Kína támogatást nyújt Oroszország Ukrajnában viselt háborújához első alkalommal fordult elő, hogy az orosz és a kínai kínai légierő gépei együtt mutatkoztak Alaszka partjai közelében, és első alkalommal jelent meg kínai bombázó az Egyesült Államok alaszkai légtérvédelmének megfigyelési zónájában. Ez egy kínai orosz provokáció? Amerikai szempontból igen. A, ha másik oldalról nézzük, akkor azt mondanám, hogy ez a növekvő orosz-kínai egy, katonai együttműködésnek egy újabb jele. És ez az, ami a teljes nyugatot aggasztania kell. Hát ennek, ennek kell a nyugatot. Egyébként nagyon érdekes, hogy föltetem azt a kérdést, hogy milyen nyelven kommunikáltak egymással, talán angolul, és jött egy, egy kedves olvasó, sajnos a nevét nem tudom megmondani, mert kínai írás volt leírva, hogy, 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 valóban a közös nyelv az orosz-kínai agyakulatokon az orosz. Tehát nyilván kínai nem olyan egyszerű megtanulni, és ugye a rádióban azokat a hangmagasságokat, amelyek igen komoly jelentéstartalmakat, jelent, Hozhatnak azokat nehéz követni, úgyhogy az egyszerűségkedő az, hogy oroszul, oroszul kommunikálnak, bevallottak szerint. 2014-ben nyilatkozott erről egy, egy, egy tábornok, hogy, hogy valóban ezeken a gyakorlatokon az orosz a közös nyelv. Tehát gyakorlatilag ez is azt mutatja, hogy összehangolják a tevékenységüket. És egy picit hagyj menjék bele ebbe a technikai részletekbe, mert itt is van egy pár érdekesség. Tehát a TOK-95-ös egy stratégiai nehéz bombázó, de az a különlegessége, hogy légcsavaros. Tehát ez elég komolyan korlátozza a sebességét. A H6-os az egy szintén kortársa egyébként, a TU-16-os és bombázónak a kínai továbbfejlesztett változata, ami az, az is abból is a szempontból is vett kérdéseket, hogy a két eltérő géptípusból, eltérő jellegzetességű géptípus sebességet össze kellett hangolni, hogy ők együtt érkezhessenek a Alaszka partjaihoz, és egy olyan fajta koordinációt feltételez a repülési magasság, irány, stb. stb. stb., amelyek ami a két teljesen eltérő repülési jelezetességekkel rendelkező gépnél azért egy komoly munkát feltételez. Most valószínűleg nagy térközzel repültek, és ez nem volt ebből komoly veszély, nyilvánvalóan erre odafigyeltek, de maga a tény, hogy ilyenfajta koordináció megindult, ez mindenképpen a nyugatot aggasztania kell. Egész egyszerűen ebben az esetben, hogyha Oroszország és Kína a két korábbi kényszerű szövetséges, mert kényszerű szövetségesek voltak, semmilyen érdekközösségről nem beszélhetünk. Ilyen szinten kezdik koordinálni a tevékenységét, az, az akár az ukrán háborúban is megjelent, olyan szinten, hogy a kínaiak átadnak olyan információkat, amelyeket ők szereznek, illetve az oroszok is megoszthatnak olyan tapasztalatokat, olyan információkat, olyan híreket, amelyek rajtuk keresztül jutott el, vagy ők, 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 ők az ő birtokokba került. Innentől kezdve ez a két ország önmagában már elég erős ahhoz, hogy kihívja az Egyesült Államokat. Na most, ez a tény, ez a helyzet azért mindenkit el kéne, hogy gondolkoztasson. Tehát az a Mestermű, amit Henry Kissinger és az utódai létrehoztak, hogy leválasztották Kínát Oroszországról, az a szemünk látára omlott össze. Nem omlik, már összeomlott. Tehát az, hogy egy ilyen típusú közeledés létrejött, az Donald Trump esetleges tervét is megakadályozhatja, amelyben kedvezményeket kínálna Oroszországnak az ukránháború befejezéséért és a Kínától való távolodás elkezdéséért. Mit tudna Trump kínálni? És szerinted az, hogy ezt Alaszkában csinálták, ami nyilván az Egyesült Államoknak a része, de azért mégse Washington vagy New York, ez üzen bármit. Ennek azért földrajzi okai vannak, mert Kína azért elég távol van a, a sitoknak a keleti parttól, tehát se Washington, se New York nincs veszélybe ebből a szempontból. Oroszországnak ugye van távol-keleti része, ott onnan valószínűleg elindultak a két géppár, valahol a Csendes-óceán felett találkoztak, és onnan haladtak tovább Alaszka felé. Ezek a repülőgépek éppen most már nem bombázók, bár bombázóknak hívják őket, hanem alapvetően rakéta hordozására vannak felkészítve. Tehát, ha mondjuk több ilyen repülőgépet indít Kína és Oroszország, mondjuk több tucat darabban mind a kettőnek az adott országokból, és ezek mondjuk ezer kilométerre megközelítik az Egyesült Államokat, majd onnan egy tömeges rakétacsapást indítanak egy kvázi első csapás jelleggel, annak azért nagyon komoly üzenete van. És ez a fajta repülés, ez ennek az első fázisa, ennek az első lépése lehet. Tehát innentől kezdve az Egyesült Államoknak egy olyan fenyegetéssel is meg kell birkózni, egy olyan fenyegetéssel is gondolnia kell, amire korábban esetleg nem gondolt. Tehát egy ilyen fajta nem az északi sark felől balisztikus rakétákkal, hanem nyugatról érkező, nyugati part felől érkező ö, ö, cirkáló rakéta vagy egyéb rakéta támadás, eddig nem volt egy reális lehetőség, innentől kezdve az. Ez volt a mai adásunk. Sokkoti Bárint, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen én is. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, ha még nem tették, látogassanak el a rendezvényeinkre, és hallgassák továbbra is az ultrahangot. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.